Sziasztok! Életta vagyok, a palettamániás. Ez pedig a csatorna történelmének egyik legnagyobb és legbrutálisabb haul videója lesz, ugyanis már kb. Hát több mint fél éve gyűjtögetem a mögöttem látható szekrények alsó fiókjaiba a Juvia's Place-es szerzeményeimet, és úgy terveztem, hogy majd egy hatalmas, gigantikus haul videót fogok nekik készíteni, és igen, ez az ujjam lesérült, úgyhogy van rajta egy raktapasz, hogyha bárki megjegyezné. Igen, megsérült. És most jött el az a pillanat, amikor felveszem nektek ezt a videót, és igazából ez egy kis spoiler is lesz az elkövetkezendő időszakra tekintve, ugyanis tervezek ezekkel a termékekkel majd is sminkeket, meg első benyomásos videókat, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi mindent vásároltam, és hogy mik várhatóak majd a továbbiakban a csatornán, akkor hát tartsatok velem ez alkalommal is. A palettákat, azokat direkt a végére fogom hagyni, és előtte a kevésbé izgi dolgokkal fogunk kezdeni, de azért egy kis sneak peek, hogy ennyi palettát vásároltam, Sammy Hoover palettát, úgyhogy lesz bőven belőlük. Viszont akkor kezdjük a, mint említett, uncsi dolgokkal, amik egyáltalán nem uncsik, ugyanis több Sammy Hoover palettám van már a márkától, viszont semmilyen más fajta terméket nem próbáltam még tőlük, és úgy gondoltam, hogy határozottan megéri a Juvia's Place az árát, meg úgy magát ezt az egészet, úgyhogy csinálok belőle egy első benyomásos teljes arcos smink videót, úgyhogy elkezdtem beszerezni a márkának minden egyes termék kategóriájából egy-egy, illetve van, amiből több darabot is már nem tudtam eldönteni, hogy melyik az én árnyalatom így láthatlanban online. Ez az egy hátránya van az online rendelésnek. Kezdjük az alapozókkal, amikből kapásból két árnyalatot rendeltem meg, mert egyszerűen nem bírtam eldönteni, hogy tényleg melyik lett az én árnyalatom. Egyébként ez az I Am Magic Velvet Matte Foundation, és amit én megrendeltem, az a 720-as Bal és a 740-es Marisol árnyalat. És most nézzük meg első körbe a világosabbat, hogy az milyen, mert hogyha ennek jó lesz a színe, akkor a másikat azt ki sem fogom bontani, hanem így, ahogy van, bontatlanul eladásra fogom kínálni. Aha, tök szuper. Egyébként egy ilyen kis kinyomós csomagolása van neki, és az a legjobb az egészben, hogy le van maga a termék ragasztva, úgyhogy ez segít abban, hogy sokkal tovább tartós maradjon, mert ugye felbontástól számít majd a megromlási ideje. Na hát nézzük. Lássuk a medvét, hogy mennyire sikerült eltalálnom az árnyalatot. Ez egy tök sűrű alapozó, meglepő. Egy sűrű alapozóról van szó, krémes, viszont elég durvának tűnik, mert mint olyan értelemben, hogy ilyen magas fedésűnek tűnik. És szerintem azt is írja, hogy ez egy magas fedésű alapozó. Igen, full coverage-t ír. Nos, én ennek ellenére megpróbálom majd vékonyabb rétegbe eloszlatni a teszt videó alkalmával. Ezt így első körben nem tudom nagyon megállapítani, hogy ez így jó-e, vagy nem jó-e. Én kicsit talán, mintha sárgásabbnak látnám, mint az én bőröm. A weboldalon keresztül próbáltam megállapítani, hogy nagyjából ilyen világos neutrálist rendeljek. Azt fogom csinálni, hogy keresek az alapozóim közül olyat, aminek jó az árnyalata. Mondjuk az Ordinary-tól az 1.0 neutrális, az tökéletesen az én árnyalatom, és akkor ezt mellé fogom nyomni, hogy meg tudjuk nézni, hogy mi újság van. Hát, igen. Jó volt a gyanúm. Nézzétek, hogy ez az én árnyalatom, és ez, hogy mennyivel sötétebb. Úgyhogy sanszos, hogy ez így nem lesz jó. Várjatok egy kicsit. Most kapcsolok, hogy a Juvia's-nál nem úgy működik, hogy a nagyon kevés számmal rendelkező az a legvilágosabb, és akkor a sötétebb a... hanem náluk pont fordítva van a skála, vagyis hogy én pont a sötétebb alapozót nyitottam ki elsőként, úgyhogy akkor muszáj lesz kinyitni a másikat is, hát ennek jobban fog passzolni az árnyalata.
mert utólag esett le, hogy a GVS-nál pont fordítva van, és a legsötétebb alapozó náluk a legkevesebb számmal rendelkező, mármint hogy úgy van, hogy növekvő sorrendben a sötéttől megy a világosség, és a világosnak van a... ezt nagyon túlmagyarázom, remélem, hogy értitek, mit akarok mondani. A lényeg az, hogy a 740-es az elvileg világosabb, mint a 720-as, úgyhogy pont rosszul nyitottam ki. Nagyon ügyes vagy, Letta. Na mindegy, ettől függetlenül majd talán még el fogom tudni adni, hogy egyszer próbáltam. De sokkal jobban szeretem úgy eladni a termékeket, hogy teljesen bontatlanok. Na nézzük ezt világosabbat. Reménykedjünk benne, hogy ő már jó lesz. Hú, de világos! Hát, oké. Ez a 740-es. Ez itt a 720-as. És ez lenne itt az én árnyalatom, úgyhogy meg fogom tartani mind a két alapozót, és össze fogom keverni a két árnyalatot, hogy nagyjából valami színben passzolót kapjak. Ennyit arról, hogy sikerült kiválasztani jól az árnyalatokat, de talán, hogyha ezt a kettőt ezt összekeverem, akkor valami tűrhetőt fogunk kapni, majd kiderül a tesztvideó alkalmával, de most nem bírtam ki, és muszáj voltam megnézni az árnyalatokat. És akkor itt van a korrektor, ugyancsak az I Am Magic vonalból a concealer. Ebből csak egy árnyalatot rendeltem, mert itt valahogy egyszerűbbnek tűnt a színnek a kiválasztás, aztán lehet, hogy ezt is úgy benéztem, mint az alapozókat. Érdekes a dolog. Elsőként megjegyezném, hogy bumszli. Nagyon-nagyon nagy, és bumszli a korrektor. Konkrétan akkora, mint egy kisebb alapozó. Úgyhogy hatalmas, és most nyitom ki elsőként. Hát valami olyasmire számítok, hogy maga a... igen. Maga az applikátora is borzasztóan nagy, és bumszli. És szerintem... ez egy nagyon-nagyon világos korrektor. És hál' Istennek nincsen nagyon büdös illata, úgyhogy ez viszonylag jó jel. És az alapozóknak is kellőképpen tűrhető illatuk van. Hát nem tudom, mivel hogy egy nagyon-nagyon durván világos korrektorról van szó, szóval, hogy ez itt. Ezért lehet, hogy majd keverni fogom a sötétebb alapozóval, és úgy fogom megtalálni a jó árnyalatot, úgyhogy ez egy ilyen keverős történet lesz. Korrektorban sem sikerült jót választanom, de mivel hogy nekem nagyon világos bőröm van, nem olyan nagy baj, hogyha van egy ennyire durván világos korrektorom, mert ezt tudom vegyíteni más a kollekciómban található korrektorokkal, és akkor jó árnyalatot fogok majd kapni. Remélem a többi dologba azért szerencsésebb leszek majd, mint a korrektor alapozó választásban. Na lássuk, mik vannak még itt. Amit nem lehet elrontani, az a púder. Legalábbis az összes púder közül a legvilágosabb árnyalatot rendeltem meg. Ami hát kicsit ilyen transzponens jellegű. A GVS-nál ilyen kiszoros púdereket lehet vásárolni, és meglepő, a legtöbb kiszoros púderhez képest ennek egészen kicsike a kiszerelése. Legalábbis most mutatok nektek egy másik fajta kiszoros púdert, ami itt van a kollekciómba. Hát mit mutassak? Mondjuk mutatom a Morphe-sat, ennek is viszonylag kicsi a csomagolása, de a GVS-hoz képest még mindig nagyobb, úgyhogy ez egy viszonylag aprócska kiszerelés. Grammra nézve, 13 gram. Ez marha érdekes. Hogy lehet ez 13 gram, amikor a Morphe-s, aminek jóval nagyobb a kiszerelése, az 9 grammot ír. 7 grammot ír a Lovely-s, aminek látjátok, hogy mennyivel nagyobb a kiszerelése. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy lehet egy ilyen kis tégelybe 13 gram. No mindegy. Így elsőre úgy látom, hogy sikerült kellőképpen világosat választani, úgyhogy ezt úgy nagyon nem nézhettem be. Volt többfajta árnyalat,
És mondom, a legvilágosabbat választottam, de ez puderből annyira nem fog problémát jelenteni szerintem. És akkor primert nem választottam, mert ha jól tudom, nem is nagyon van primerük, de nem is nagyon szoktam primert használni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy primerre most nekem egyáltalán nincs szükségem. Viszont amik vannak itt, az a szemhéjbázis. Mert hát szemhéjbázis mindenképpen fog nekünk kelleni, és abból is két árnyalatot választottam, mert nem voltam biztos abban, hogy melyikre van szükségem. Illetve ez úgy történt, hogy az egyik szemhéjpúder palettával, ezzel az I Love palettával a Color 2-es szemhéjbázis így szedbe érkezett, és így kedvezményesen tudtam megvásárolni. Aztán miután megérkezett, és megnéztem, hogy nagyjából ennek milyen színe van, rájöttem arra, hogy szerintem ez az árnyalat nekem sötét lesz, és egy következő rendelésemnél a Color 1-est is beszereztem, úgyhogy most két különböző árnyalatban van szemhéjbázis. És hát ez a kettes, ami hát nagyon úgy látom, hogy az én világos arcbőrömhöz sötét lesz, úgyhogy őt ki sem fogom nyitni, hanem fel fog kerülni az eladós instámra. És tudom, hogy megszüntettem az eladós instámat, de újra fogom készíteni, és újra fogom éleszteni az eladós Instagram oldalamat, és szerintem őt föl fogom odarakni, mert nekem ez sötét, és így, ahogy van, bontatlanul új gazdát fog keresni. És akkor a Color 1-es, az pedig egy ilyen világos, majdnem fehér, de az én hófehérke bőrömhöz szerintem ez jó lesz. Hát egyébként csomagolásra olyan, mint a P. Louise bázis, arra hasonlít nagyon, annak akar szerintem lenni a kopia. Hát így kinyomtam a kezemre, láthatjátok, hogy egy nagyon világos szemhéjbázisról van szó, de mivel hogy nagyon világos bőröm van, szerintem ez jó lesz, plusz az élénkebb, illetve hát az ilyen pasztelesebb árnyalatok az ilyen világosabb bázison sokkal jobban fognak mutatni, úgyhogy Öt fogom megtartani ezt a Color 1-es bázist. Aztán, amik még vannak itt, van itt egy szemhéjtus, ugyancsak ilyen csomagolással. Fekete szemhéjtust rendeltem, és méghozzá nem filceset, hanem eseteset. Így néz ki a csomagolása. És megnézzük, hogy milyen benne az ecset. Nagyon kíváncsi vagyok. Na, hál' Istennek, ennek jó az ecsete. Ennek ilyen egy kis szőröcskéi vannak, amit én a legeslegjobban szeretek, hogyha szemhéjtusról van szó. Ezzel nagyon szépen és precízen lehet dolgozni, úgyhogy így első benyomásra ezzel a tussal 100%-ig meg vagyok elégedve, aztán majd meglátjuk, hogy fog szuperálni felvitel közben, illetve hogy mennyire lesz tartós, de maga a feje az tökéletes. Ami van még itt, van itt egy fekete szemceruza. Mindenképpen szerettem volna a márkától ezt is kipróbálni. Az összes ilyen egy márkával sminkelős videómba vásárolok fekete kicsavaros szemceruzát, mert kíváncsi vagyok, hogy melyik márka hogy tudja megcsinálni. Eddig az elég görlös a favorit, az a legfeketébb és a legintenzívebb az összes szemceruza közül, amit eddig próbáltam. Kíváncsi vagyok, hogy a Juvia's mit tud hozni. Így elsőre ez is egészen jónak tűnik. Ilyen lila csomagolása van neki, és akkor itt van a végén, hogy ez amúgy egy fekete szemceruza. Ezt kipróbáljuk, hogy mennyire lesz tartós vízvonalon. És hát szemöldök termékek közül kettőt is vásároltam. Egyrészt vásároltam egy szemöldök ceruzát, ebony árnyalatban, amilyen sötét barna, majdnem fekete. És ez az a fajta, aminek két vége van. Az egyik vége ez a, hát tudjátok, ez a kis kefe, amivel el lehet fésülni a szemöldököt, és a másik pedig ez a kis mikrohegy. Nem ez a kedvencem a szemöldök termékek közül, aminek ilyen hegye van, viszont
Hát kíváncsi voltam, hogy működik, de az az igazság, hogy így, ahogy kikentem, ez nekem túlságosan barnának tűnik így az én szemöldök termékeimhez képest, de aztán majd kiderül. Meglátjuk. Látjuk, hogy fog működni. Szerintem majd a videóba ezt fogom kipróbálni. Viszont találtam a weboldalon egy szemöldök puder palettát, ami marha érdekes, és én ilyennel még nem igazán találkoztam sehol, és felkeltette az érdeklődésemet. Itt is többfajta árnyalatot lehetett választani, és hát mivel nekem fekete hajam van, meg úgy amúgy is ilyen sötétebb a szemöldököm, ezért a sötétebbiket választottam. Úgy néz ki, mint egy kis szemhéjpúder paletta, egy 4-penes szemhéjpúder paletta, van benne egy kis tükör, illetve van benne 4 matt ilyen barnás-feketés árnyalat, és kíváncsi leszek, hogy ez milyen. Bevallom őszintén, hogy ez azért is érdekel, mert vannak benne hidegebb, illetve egy kicsit így melegebb árnyalatok is, úgyhogy tudok kísérletezni, hogy az én hajszínemhez, meg mindenemhez melyik passzol majd a legjobban. És egyébként arra is jó lehet, hogyha nagy ritkán másokat sminkelek, akkor megtaláljam a tökéletes szemöldök színt, úgyhogy igen, ez is így érdekli a fantáziámat. És hát, mik vannak még itt? Rendeltem egy bronzosító és egy pirosító palettát a márkától. És a bronzosító palettából nem volt nehéz a választásom, mivel hogy a legvilágosabbat rendeltem meg. És sikerül kinyitnom. Ilyen csomagolású termékről van szó, szóval itt van, hogy a legvilágosabb light-os árnyalatban van. Ebbe is van tükör, és kétfajta színt tartalmaz. Próbálom úgy mutatni, hogy tükröt azt innen lássátok. Van benne egy világosabb és egy sötétebb árnyalat, és hát nem is tudom. Talán kicsit világosabbnak tűnik, mint amiket én megszoktam, de kíváncsi vagyok, hogy fog működni az arcomon, úgyhogy mindenképpen kipróbálom majd. Akkor a pirosító palettából pedig a Volume 2-eset rendeltem, amiben van egy barackosabb és egy rózsaszínesebb, hogyha jól emlékszem. Ő így néz ki. Egyébként teljesen ugyanaz a fajta kollekciós darab. Ugyanúgy tükörre, és akkor van benne 2 árnyalat, egy rózsaszínesebb, és van benne egy ilyen barackosabb árnyalat, és ez az a 2 fajta pirosító, amit én előszeretettel szoktam használni, úgyhogy ezért választottam ezt a fajta színösszeállítást. Egyébként a weboldalon többfajta pirosító paletta van, de nekem ez volt a legszimpatikusabb. És hát ami a highlightert illeti, 2 highlighter is hozzám került végül is. Egyrészt volt az I Love Ice palettához szedve egy highlighter, úgyhogy ezt így olcsóban meg tudtam vásárolni. Viszont amikor megérkezett ez hozzám, akkor egyrészt rájöttem arra, hogy szerintem ez nekem sötét lesz. És nem is vagyok biztos benne, hogy őt meg fogom tartani. Egyébként ugyanolyan kiszórós csomagolásban van, mint a transzparens, illetve hát a púder, csak ez highlighter. És nekem még a kollekciómban nincs egyáltalán kiszórós highlighter, úgyhogy ezzel a formulával még nagyon nem találkoztam. És nem is tudom, hogy kinyissam egyáltalán. Bevallom őszintén, én a highlighterből a leginkább a préselt highlighter textúrát meg formulát szeretem, úgyhogy lehet az lenne a legokosabb, hogy így, ahogy van, lezárt állapotban új gazdát keresek neki, mert biztos vagyok benne, hogy ezt magamra borítanám úgy, ahogy van. És hát kicsit sötétnek látom a dolgot. Nem tudom. Még egyelőre ezt kicsit félre rakom, talomba teszem, és akkor mutatom, hogy mi az a préselt textúra formula, amit rendeltem. Ez a Tribe-os highlighterek közül a Volume 3-as, a legvilágosabb bőrre való elméletileg. És már ennek a csomagolása meg minden egyéb az közelebb áll hozzám. Viszont talán egy kicsit
minthogyha ez is sötétebb lenne. Legalábbis én megszoktam ezeket a nagyon-nagyon világos fehéres highlightereket, és ahhoz képest talán, minthogyha egy kicsit sötétebb és pezsgősebb lenne. És ennek ellenére ezt most meg fogjuk swatcholni, hogy milyen. Nem is sötét. Nézzétek csak. Egyáltalán nem tűnik sötétnek. Határozottan sötétebbnek tűnt így a penben, de na. Na, ez az az árnyalat, amit én szeretek, úgyhogy ez teli találat, és ő biztos, hogy nagyon szuperül fog működni, mert itt swatch alapján már szerelmes vagyok ebbe az árnyalatba. Mert letörlöm a kezemről. Na, ő nagyon szuper, ő sötétebbnek tűnik, és ezzel a kiszórós dologgal nagyon nem szimpatizálok, úgyhogy szerintem nem bontom ki, hanem így, ahogy van, felrakom az eladós Instámra, mert elég lesz nekem ez egy Juvia's Highlighter, úgyhogy ő igazit fog keresni. Nos, mik vannak még itt, amik nem palettek? Van még itt nekünk kettő fajta ajaktermék, két fajta, de az egyik fajtából egy, a másikból pedig három van, amiből három van, azok az ajakbalzsamok, méghozzá a Nubian Glove kollekciós ajakbalzsamokból három árnyalatot, nem is tudom ezt, hogy mondják, három illatot, ízt rendeltem, a guavásat, a mangósat és a papajásat, és hát meg fogjuk nézni, hogy ők hogy néznek ki kikenve, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Élek halok az ajakbalzsamokért, és leginkább a hétköznapok alkalmával is ajakbalzsamokhoz és szájfényekhez szoktam mostanában nyúlni, és kevésbé rúzsokhoz, úgyhogy szerintem ezek nagy szerelmek lesznek nálam. Elsőként itt van a guavás, sima átlátszó ajakbalzsam. Hú, de jó illata van! Olyan illata van neki, mint a Maoam cukorkának, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy lehet-e még kapni, de gyerekkoromban sokat ettem ilyen Maoamos cukorkát, és ennek pontosan ugyanolyan illata van. Ezt nagyon fogom szerintem szeretni, ez brutál jó. Na, ez egy nagyon jó vásárlás volt. Imádom az ilyen cukorkás illatokat. Aztán itt a mangó. Egyébként az kiszerelés az ugyanolyan az összesnél, csak másmilyen a külső csomagolásának a színe. Szerintem egyébként az összes ilyen átlátszó nincs nagyon nő színük, legalábbis én nem veszem észre, hogy így kifejezetten színezettek lennének. Nos, ennek sincs rossz illata, de az előző az nekem határozottan jobban tetszik, de ez sem rossz. És akkor a harmadik, az pedig a papaja. Ilyen narancssárgás csomagolása van. Na, ez már egy kicsit színezettebb. Van egy minimális ilyen narancssárgásabb színe. Nem tudom, hogy mennyi látszik belőle itt a papaja. Igen, ez a papaja volt. Hú! Ennek is nagyon-nagyon jó illata van. Ezt sem tudom most hirtelen beazonosítani. Egyértelmű, hogy papaja illata van, de magáról, a guaváról nekem jött egy ilyen kellemes gyerekkori emléke, hogy a maomos cukorkát ettem, úgyhogy ez. Biztos vagyok benne, hogy a három közül ez a favorit, ez a guavás, de a másik kettőnek is nagyon-nagyon jó illata van. Úgyhogy igen, ezt a három ajakbalzsamot rendeltem. Egyébként még ezen kívül két másik illat van. Van a szőlős, illetve van egy kókuszos. Nos, ez a kettő annyira nekem nem volt szimpatikus, úgyhogy ezért csak ezt a hármat rendeltem. Egyébként én élek halok az ajakbalzsamokért, úgyhogy ha a maradék kettőnek is olyan illata lett volna, amit én kedvelek, akkor lehet, hogy azokat is megrendeltem volna, de ez a három került végül is hozzám. És akkor rendeltem egy tényleges rúzst is a teszt videóhoz, aminek az az árnyalat neve, hogy 2020, vagyis hogy 2020, és a
képek alapján ennek ilyen lettaféle nudos színe van, amit én szeretek. Külön megjegyezném, hogy a csomagolása, bár nem rajongok a rózsaszínért, elég menőn néz ki, ahogy egy ombrén átmegy a pink a világos rózsaszínba, és ilyen matt csomagolása van neki, egészen luxi benyomást kelt. És maga a rózs, és ilyen nagyon érdekesen néz ki. Ilyen háromszög alakja van magának a rúzsnak, ahogy benne van a csomagolásban. És kellemes illata van neki, egyáltalán nem bűnös. Szóval csaljuk ki, hogy hogy néz ki. Na, így néz ki a rúzs. Nem tudom, hogy mutassam. Nekem így első körben ez határozottan szimpatikusnak tűnik, de mindjárt összehasonlítjuk a kedvenc rúzsom árnyalatával. Most a hatalmas favorit nálam az Urban Decay rúzsok, az Urban Decay rózsok közül a Bechtel Comfort Matt, és ezt az árnyalatot imádom a legeslegjobban. Úgyhogy ide szvacsolom mellé, hogy mennyire hasonlítanak. Hát, van egy minimális eltérés, mert a Bechtel az egy hidegebb rózsaszín, a 20-20, a Juvia's-tól pedig inkább egy kicsit ilyen melegebb, barackosabb jellegű, de viszont hasonló. Szóval nagyjából sikerült hasonlót választanom, és szerintem ilyesmi árnyalatom nem is igazán van. Bár hogyha most elkezdeném az összes rúzsomat kikellegetni, biztos vagyok benne, hogy találnék ehhez hasonlót, de így első körre nekem határozottan szimpatikus ez az árnyalat, úgyhogy ezt egész jól sikerült kiválasztanom. És szerintem végigmentem az összes olyan terméken, ami nem szemhéj puder paletta, úgyhogy most rátérhetünk a palettákra. Ami szerintem titeket is a leginkább izgatott, hogy milyen palettákat vásároltam. És izgiségi sorrendbe fogok itt is haladni, mert vannak olyanok, amik például megvoltak nekem korábban, de kiszelektáltam őket, és megbántam, és most újra vásároltam. Ilyen a The Magic Mini, ami hát az egyik legrégebbi palettája a Juvia's Place-nek, sőt, szerintem ez volt a legrégebbi palettája a Juvia's Place-nek, csak régebben nem mini verzió, hanem ilyen teljes verzió volt, ahol a penek ilyen giga meg a nagyok. Itt a minimben pedig kisebbek lettek a penek, és egy sokkal komfortosabb méretet kaptunk vele. És mint említettem, nekem ez a paletta megvolt. És hogyha egy kicsit szemfülesek vagytok, és az Instagramon a régebbi képeimet is nézegettétek, még a YouTube-os korszakom előttről, akkor láthattok ezzel a palettával swatch fotót, mert én készítettem már erről swatch fotót az Instagramomra. Viszont úgy döntöttem akkor, hogy nekem nincs szükségem erre a palettára, és hát eladtam, de egyre inkább, ahogy láttam másoknál sminkeket róla, meg az árnyalatokat szvacsolva, egyre inkább úgy éreztem, hogy hát én ezt bántam. És leginkább a különlegesebb árnyalatokat bántam benne. Van itt benne egy nagyon sötét lila, és egy nagyon-nagyon sötét kékes, majdnem fekete ez a két árnyalat. Ezek egészen jól pigmentáltak, és úgy unblock a Juvia's Place márkának a szemhéj puder palettái brutálisan jól vannak megformulázva, és pigmentáltságra, és nagyon-nagyon ott vannak a top-top minőségben. És fogok nektek swatcholni egy-két árnyalatot mindegyik palettából, mert hát mostanában a haul videóimba szoktam swatcholgatni, és bevallom őszintén, már rég elengedtem azt, hogy próbáljak odafigyelni arra, hogy hány perces egy-egy videóm, úgyhogy ha egy órás lesz ez a haul videó, akkor is így fogom megcsinálni, és fogok swatcholgatni nektek, mert ha én nézném a saját videómat, biztos vagyok benne, hogy örülnék neki, hogyha lennének benne swatchok a palettákról. Legalábbis én a fényes árnyalatokat tudom nektek swatcholni, és abból sem fogom mindegyiket. Van a fasó. Hát, szóval, hogy van ez a lila árnyalat, aminek nagyon-nagyon gyönyörűséges duokrom fénye van, lilából átmegy ilyen kékesbe. Ő volt a kedvencem ebből a palettából, és őt nagyon-nagyon szerettem. Ezt
nézzétek, milyen gyönyörűséges most a parókámhoz, meg a sminkemhez, ami rajtam van, határozottan passzolna is. Szerintem ez egy gyönyörű árnyalat. Még a másik, amit nagyon-nagyon szerettem, az a Yara névre keresztelt ilyen türkizes, zöldes, hát kicsit zöldes, inkább mondanám zöldesnek, mint kékesnek, ilyen türkiz zöld, és nagyon különleges, és gyönyörűséges fénye van neki. Azt nézzétek. Hát nekem erről a színről a sellők jutnak eszembe, mert olyan nagyon-nagyon sellős, ilyen tengerfenék jellegű, gyönyörűséges. Még ami különleges a palettában, hát van ez a buzó, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, buzó. Ugye ezek ilyen afrikai nevek akarnak lenni, hogy ezért ilyen érdekesek számunkra. Ez is egy gyönyörűséges zöld árnyalat. Ennek is van egy minimális ilyen türkizes behajlása, de én annyira imádom ezeket a fajta árnyalatokat. Csodálatos, gyönyörűségesen csodálatos. Még mit mutassak nektek? Még talán egyetlen egy szín szvacsolása belefér így a hely szempontjából a kezemre. Van benne egy nagyon klassz arany, ez a Nubia, ez az arany, ez nagyon-nagyon szép. Van ez a Zuba nevezető rózsaszín, ez is nagyon szép. Ez a Yemoya, ez egy tök jó ezüst. Legyen a Zuba, ez a rózsaszín. Ezt is szerettem a palettából. Neki is egy nagyon gyönyörűséges árnyalata van. Ez egy ilyen barackos rózsaszín, némi aranyszínű duokromos behajlása. Nézzétek, milyen gyönyörű. Úgyhogy igen, ezt a négy árnyalatot szvacsoltam most ki a palettából. Nem tudom előre láthatólag, hogy lesz-e a csatornán ezzel a palettával sminkes videó. Most jelenleg én úgy látom, hogy ebben az évben biztosan nem, de jövőre lehet, hogy elő fogom majd venni, és készítek vele egy sminket. De mivel egy nagyon régi palettáról van szó, mármint hogy megjelenés szempontjából ő már nem mai, és tele van az internet vele készült sminkekkel, úgyhogy nem tudnék szerintem olyan túlzottan újat mutatni nektek, de lehetséges, hogy jövőre majd előkerül, nem garantálom. Amivel viszont fogok sminket hozni nektek, és ez is egy régebbi paletta, az a The Nomad, és ő is megvolt már nekem egyszer a kollekciómban, viszont vele nem csináltam még swatch fotót, úgyhogy ami késik, nem múlik. Nagyon szerettem ennek a palettának a színösszeállítását, számomra ez egy nagyon-nagyon szuper ősz tematikájú paletta, és nagyon ősziesek benne a színek, így néz ki maga a paletta egy kis madárijesztős hölgyel az elején, és első körbe kicsit talán núdosabb, mint amit tőlem megszokhattatok, de egyáltalán nem gondolom úgy, hogy ez a paletta nude lenne, inkább mondanám egy ilyen katonai, olajzöld, sárgás, mustársárgás behajlású színkombinációnak, amit én személy szerint imádok, és megbántam, hogy eladtam ezt a palettát, úgyhogy ezért vásároltam újra. És mivel hát nem sokára itt az ősz, ezért vele fogok még idén sminket készíteni, ilyen őszi sminket, úgyhogy ő lesz majd a csatornán. És ebben egyébként két fényes árnyalat van, őket nem tudom, hogy kiszvacsoljam nektek, vagy sem. Kiszvacsolom. Hogyha már ennyire belementünk a szvacsokba, akkor kiszvacsolom. Középen van egy ilyen gyönyörűséges, bronzosabb árnyalat, itt középen. Ő lenne az. Egyébként belső szemzugba, illetve ilyen highlight színnek is el tudom képzelni. Egy bronzosabb, kicsit ilyen aranyosabb árnyalatról van szó. Illetve még van benne ez a gyönyörűséges katonai olajzöld, ami speciál nekem nagyon-nagyon tetszik, és imádok mustársárgát katonai olajzölddel kombinálni, mert szerintem nagyon jól passzolnak egymáshoz. Ezt nézzétek! Nagyon különleges ez az árnyalat, ilyen kiszvacsolva. Hát szerintem nagyon más márkáknál nemigen találkozik az ember ilyenfajta árnyalattal, úgyhogy ezért is tartom ezt a palettát nagyon különlegesnek.
mert első blikre ilyen barnás-feketés, de ez valójában egy olajzöld árnyalat. Úgyhogy szerintem nagyon különleges ez a szín összeállítás, és vele nem is olyan soká készül majd a sminkes videó, úgyhogy nem rakom majd olyan nagyon-nagyon messzire. Van két tavaly karácsonyi limitált kollekciós paletta, amiket már mutattam a szemhéjpúder bázis és a highlighter kapcsán, hogy őket megrendeltem. Ez az I Love, I Love kollekciós paletta páros. Van egyszer ez a piros türkiz, illetve személyes kedvencem ez a jégkirálynős verzió. És az az igazság, hogy mivel ők kifejezetten ilyen karácsonyi kiadásos darabok, ezért sanszos, hogy ha készítek is sminket velük, ővele biztosan fogok, szerintem majd decemberbe. Ilyen karácsonyi, havas tematikájú sminkre gondoltam, mert ez egy ilyen tipik jégkirálynős paletta, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Na de inkább kezdjük ezzel, megmutatom, hogy ennek milyen árnyalatai vannak. Személy szerint ezt a fajta szín összeállítást még nem igazán láttam palettákban ezelőtt, és ez is nagyon tetszik benne. Magának a palettának ugye a külső csomagolása az olyan, mint a karton, amiben érkezett, és tartalmaz tükröt, és hát így néz ki. Szerintem nagyon-nagyon különleges. Az ilyen mentolos, kékes, türkizes árnyalatok vannak pirossal összekombinálva, és ez az összeállítás nekem nagyon tetszik. Három fényes árnyalat és három mat van benne. És hát a fényes árnyalatokat most meg fogom nektek szvacsolni. Elsőként van benne egy világos kék, ami egy ilyen egyszerűbb világos kéknek tűnik. Talán a fényes árnyalatok közül ez a legkevésbé izgi. Ez egy szimpla világos kék, de mondjuk abból sem egy utolsó, mert tényleg nagyon-nagyon szép ez az árnyalat. Viszont van benne egy különlegesebb, ilyen türkizesebb kék, ami személy szerint engem nagyon-nagyon érdekel, hogy milyen kiszvacsolva. Azt nézzétek, milyen szép! Hú! Ez duokrómos, ennek van egy ilyen gyönyörűséges, lilás, rózsaszínes fénye, és egyébként ez egy kicsit topperes ez az árnyalat. Hú, nem tudom, mennyire fogja visszaadni a kamera, de ez gyönyörűséges élőben. Kicsit ilyen topperes, ilyen átlátszóbb jellegű. El tudom képzelni highlighternek, belső szemzugba, szemöldökcsonthoz is. És van neki egy gyönyörű rózsaszínes lilás duokróm fénye. Szerintem ez így kamerán keresztül nem fog átjönni, de higgyetek nekem, nagyon különleges ez az árnyalat a palettában. Illetve még ami nagyon érdekel, ez a piros. Ugyanis ez egy ilyen metálos piros, és ilyenem még egyelőre nekem nincs, sőt, hát ez mi akar lenni? Ez egy glitter? Ezt nézzétek, milyen különleges. Nem tudom eldönteni, hogy ez a formula, ez mi akar lenni pontosan, hogy most ez glitter akar lenni, nem, ez glitter. Ez egy glitter. De abból is mennyire gyönyörű már. Hát ez a glitter, ez fenomenálisan gyönyörű. Nagyon sok glitterem van már a kollekciómban, de hogy pont ugyanilyen árnyalatú, ilyen narancssárgás, aranyos beütésű, piros, ilyenem még nincs, úgyhogy szerintem ez is tök különleges. És magának a palettának az összeállítása is szerintem nagyon-nagyon egyedi, és emiatt került be végül is a kosaramba. És hát a másik ebből a karácsonyi kiadásból méletlen gyönyörű, mindjárt megmutatom nektek az árnyalatokat. Én amikor megláttam már a sneak peeket, hogy ilyen palettát ki fog adni a Juvia's, tudtam, hogy őt, ha esik, ha fúj, ha nem tudom, apokalipszis lesz, akkor is megrendelem, mert ez a szín összeállítás annyira én vagyok, és annyira... Szóval, hogy ugyanúgy van tükör a palettában, erről van itt szó. Most mondjátok azt, hogy ez a színvilág nem tökéletes szerintem. Az ideális jégkirálynő sminkhez ez ott tökéletes paletta.
gyönyörűséges árnyalatok vannak benne. Egyrészt van benne egy préselt glitter, ami egyszerre tartalmaz lilákat, kékeket és ezüstöket, illetve van benne három fényes árnyalat. Az egyik, az egy ilyen highlighteresebb, viszont már kapásból ez is egy duokróm árnyalat, ez a highlightos, mert ilyen ezüstös, havas alapban ilyen rózsaszínes, lilás átmenet van benne. Szerintem fenomenális. Mondjuk ilyen árnyalatom már van a kollekciómban, de a többi árnyalathoz, amik a palettában vannak, nagyon-nagyon jól passzol. Aztán van benne ez itt, ami nagyon-nagyon érdekli a fantáziámat, hogy milyen. Hú, ez gyönyörű. Ez az a kékes lila, ami 2022-nek az év árnyalata lett, és én imádom ezt az árnyalatot, amiről nem tudja elsőre eldönteni az ember, hogy ez most kék vagy lila akar lenni. Hú! Azt nézzétek! Imádom, imádom, nagyon-nagyon imádom. Gyönyörűséges. Hú, és ez a kettő együtt, nagyon jó. És van benne egy ilyen, nem tudom, hogy hívják, amikor nem egységes a pen, hanem különböző pöttyökből áll össze, talán ilyen mozaik hatású. Hát nem márványos, az biztos, az inkább ilyen mozaik hatású akar lenni. És akkor kíváncsi vagyok, hogyha ezt így össze mixelem, akkor ebből milyen szín jön ki. Jaj, de szép! Ilyen világosabb, fagyos kék. Ez nagyon szép. Nézzétek csak! Annyira a jégkirálynős, a Frozenből Elsa jut róla eszembe, neki ilyen színű a ruhája, csodálatos. És hát akkor belenyúlok ebbe a glitterbe is, bár glittert annyira nem szerencsés szvacsolni, de már ha az előzőből véletlenül szvacsoltam, akkor itt is megmutatom, hogy milyen a glitter. Egy pöpike szvacsot ide rittyentek nektek, ilyen benne a glitter, azért ez se piskóta. Hát vele hozok videót, decemberben szerintem, mert ez ilyen jégkirálynős smink lesz. Lehet, hogy ilyen Elsa is ihletésű sminket fogok vele hozni, még nem tudom biztosan, de 1000%, hogy fogok vele sminkelni, mert nagyon-nagyon tetszik ez a színösszeállítás, és nagyon különleges. És hát van itt még egy 6 penes paletta, ami ugyancsak kék vonalon mozog, viszont ez inkább ilyen sötétebb, tényleges kék árnyalatokat tartalmaz. Ez is egy nem olyan régi megjelenés, ha jól tudom, ez év január-februárja körül jött ki, és itt három Olori paletta volt, és ez a második. A másik kettőnek nem tetszett a színösszeállítása, viszont ennek nagyon, mert hát imádom a kék árnyalatokat, és ez egy ilyen monokróm kék paletta akar lenni. Ezt érzétek. Imádom, nagyon imádom őt is, és őt is, amikor megláttam, hogy megjelenik, biztos voltam benne, hogy meg fogom venni, mert nagyon-nagyon én vagyok ez az összeállítás. És akkor belőle is mutatom a swatchokat. Itt képzeljétek el, hogy egyetlen egy matt árnyalat van, és a többi a palettában, az fényes. Illetve hát az egyik az szerintem glitter. Igen, ott van egy ilyen, vagy nem glitter. Van ez az árnyalat, ami nagyon érdekes, kicsit olyan, mintha glitter lenne, de nem, nem az. Ez egy ilyen metálosabb árnyalat. Hú, de gyönyörűséges, mert kapásból ő egy nagyon-nagyon szép árnyalat. És itt 5 darab fényes árnyalat van, és bár eddig csak 4-et szvacsoltam az összes palettából, most ki fogom mind az 5-öt szvacsolni, úgyhogy úgy húzom a szvacsokat, hogy kiférjen a tenyeremre mind az 5. Akkor van itt ez a kék, milyen sötét. Hú, ez a tengerészkék. Legalábbis tudjátok, a fekete kék csíkos tengerész ruháknál ez az a kék, ami szokott lenni. Jaj, de szép. Nagyon-nagyon szép. Aztán van itt egy szürkésebb, ilyen hidegebb szürkés kék. Kicsit ilyen ezüstös beütésű. Igen, a többi mellett talán kicsit szürkének is tűnik.
legsötétebbet hagyom szerintem a végére, úgyhogy következő az ugyancsak ez a tengerész kék jellegű lesz, viszont ez más, mint az előző. Fokkal talán élénkebb, és másfajta a formula, ez inkább ilyen krémes, metálos formula. Hú, ez nagyon szép, az összes közül eddig ez tetszik a legjobban. És akkor a végére hagyom a sötétet, aminek ugyancsak ilyen metálos textúrája van, legalábbis így érzetre, azt mondanám, hogy ilyen metálos, krémesebb textúra. Viszont ez egy ilyen nagyon-nagyon sötét, szinte már fekete. Ilyen éjkék. Ez az éjkék. Azt. Hát sok palettán van a kollekcióban, de ilyen árnyalat még egyáltalán nincs. Szóval, hogy ez a szín összeállítás szerintem teljes mértékig magáig beszél, és mindazok számára, akik szeretnek kék sminkeket készíteni, ez a paletta mondhatni egy kötelező darab. Úgyhogy... javaslom. Annyi, hogy egy darab matt árnyalat van benne, amit egy kicsit talán máshogy készítettem volna, hogyha én készítettem volna a palettát, mindenképpen raktam volna bele plusz még két matt árnyalatot, amivel egy komplett kis sminket el lehet készíteni. Viszont gyönyörűséges, nagyon jól megcsinálták, nagyon harmonizálnak egymással ezek a fényes árnyalatok, úgyhogy amúgy nagyon klassz. Egyébként most elgondolkoztam azon, hogy ezzel a palettával mikor hozzak majd nektek videót. Lehetséges, hogy majd a december hónapban ő is bele fog férni, mert hát decemberben szoktam sok kék sminket csinálni, mert az ezüst kék kombó az nagyon ilyen karácsonyias jellegű, úgyhogy lehetséges, hogy őre is majd sor kerítek. Plusz decemberben bár nem vlogmaszt, mert vlogolni nem fogok, de tervezek majd több videót nektek így feltölteni, úgyhogy lehet, hogy ha nem is minden nap, de két naponta lehet, hogy lesz decemberben videó, de még nem tudok semmit megígérni, de hogy ilyen tervekkel készülök az idei karácsonyi időszakra és szezonra. Na de már csak két paletta van itt, és mivel nagyság szerint is sorrendben haladtunk eddig is nagyjából, ezért mutatom a legújabb megjelenésű palettáját a Juvia's Place-nek, ami a Garden of Juvia's, és ez egy gyönyörűséges pasztelárnyalatokat tartalmazó paletta, és hát vele is ugyanúgy voltam, mint vele. Tudtam, biztos voltam benne, hogy meg fogom vásárolni. Imádom. Imádom az egészet, ahogy kinéz a külső csomagolását, az árnyalatokat, és minél kinyitom, és megértitek szerintem, hogy miről beszélek. Szóval már kapásból ilyen a palettának a külseje, és már ez is nagyon-nagyon hát tavaszias. Amúgy érdekes, mert ezt a palettát nem olyan rég dobta ugye piacra a Juvia's Place, és már lassan ősz lesz, ők pedig egy ilyen tavaszias, nyárias palettával rukkoltak elő, egy kicsit megkésve, de én nem bánom, mert minden évszakban imádok pasztelles sminkeket készíteni, és hát erről a színösszeállításról van szó. Szerintem ez itt értitek? Na, gyönyörűséges, és egyébként nagyon sokan azt mondják, hogy ez a paletta kopia a Natasha Denona pasztel palettának, de én tovább megyek. Ez a paletta jobb, mint a Natasha Denona pasztel palettája, és ezt úgy mondom, hogy a rajtam látható smink az ezzel a palettával készült, és én nagyon meg voltam elégedve ezekkel az árnyalatokkal. És egyébként a jövő hét szerdai videóban így ezt a sminket fogjuk elkészíteni a palettával, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy hogyan készítettem el ezt a szerintem nagyon-nagyon klasszul sikerült alkotást, akkor majd legyetek velem jövő hét szerdán is este 6 órakor, mert akkor kerül fel a videó. És hát innen is azért jön egy-két swatch mindezek ellenére a különlegesebb árnyalatokkal. Kezdjük ezzel, mert nekem ez így tetszik a legjobban, ez a Beds Bust árnyalat, ami egy ilyen világos, pasztelles, kékes szín, és annyira gyönyörű, és annyira krémes, és annyira tudnám a végtelenbe is tovább húzni, mert imádom, 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 nézzétek, milyen gyönyörű. Nagyon-nagyon imádom.
Egyébként Regi szokta mindig mondani, amikor azt pacsolja végtelenbe is tovább, úgyhogy ez ilyen Regi-féle mondás. Hú, mik vannak még itt? Legyen a Flower Child. Child, virággyermek. Ez egy ilyen lila. Barókámhoz nagyon jól passzol. Egy ilyen hidegebb lilás. Gyönyörű is. Nagyon-nagyon szép, és annyira gyönyörűen meg van formulázva, és mindjárt elcsöpögöti nektek. Aztán muszáj megmutatnom ezt is. Oké, hogy lilát már mutattam, de ez egy nagyon különleges ilyen szürkésebb lila árnyalat, és ezt muszáj kiszvacsolnom. Nézzétek, milyen gyönyörű. Sőt, szerintem ez még jobban is passzolt állna a parókámhoz. Vagy nem tudom. Mind a kettő lila nagyon gyönyörű, de nekem egy fokkal ez, amit most vacsoltam, ez az ilyen szürkésebb jellegű, jobban tetszik, de mind a kettő gyönyörű. És akkor mik vannak még itt, amiket érdemes lehetsz vacsolni? Itt a Sunshine, a Napsugár, ez is egy ilyen gyönyörűséges, nagyon metán, nagyon vakító, gyönyörű árnyalat. Ő van a belső szemzugomba, illetve az arcomra highlighterként is őt vittem fel, és ez annyira gyönyörű, egy ilyen vakító a metal árnyalat, ami egy kicsit duokrómos egyébként, bár ezt nem fogja visszaadni a kamera, de ahogy forgatom a kezemet, én látok benne ilyen zöldes duokróm átmenetet, és első osztályú. Amit még mindenképpen meg szeretnék mutatni, az a Blossom. Mert ez is egy nagyon szép duokróm árnyalat, egy ilyen barackos rózsaszínes átmenet. És itt már talán lehet látni a duokrómot. Igen. Hát, hogyha így forgatom, talán látszik, hogy ez a rózsaszínből ilyen aranyos barackosba megy át. Hú, több nem fér ki. De úgy kiszvacsolnám nektek az összeset, de amúgy úgyis lesz Instagramon swatch fotó fönt a palettáról, úgyhogy ha érdekel titeket, majd nézzétek meg ott, mert mindig szoktam a swatch fotón kívül ilyen kis rövid videós jelenetet felrakni Instagramra, ahol megmutatom a színeket kikenve a kezemre. De hogy totális szerelem ez a paletta. Nagyon-nagyon gyönyörűséges, és ha bárki szeretne jó minőségű pasztel palettát vásárolni, akkor felejtse el a Natasha Dinónától a pasztelt, hanem ezt rendelje meg, mert sokkal-sokkal jobb minőségű, alacsonyabb áron, még úgyis, hogy rá kell fizetni Magyarországon, ugye, vámot, még úgyis sokkal jobban jön ki árérték arányba, mint a Natasha Dinónától a pasztel, úgyhogy nagyon jó. És akkor most már meg is mutatom nektek az utolsó palettát, csak előtte ezeket a gyönyörűségeket letörlöm, bár még úgy tudnám nézegetni hosszú perceken keresztül, mert annyira szépek. De most le kell törölnöm sajnos, hogy tudjak még nektek szvacsolni. A legnagyobb az ez a Kultur névre keresztelt paletta. És hát nekem a Juvia's Place márkától megvan a Valhalla 1 és a Valhalla 2 is, amiket nagyon-nagyon szeretek. És ez lenne a Valhalla 3, ami nem Valhalla 3, hanem Kultur, vagy Kultur, vagy ki hogy hívja. De hogy ennek is olyan szín összeállítása van, hogy be fogtok halni tőle. És egyébként vele is fogok sminket készíteni, illetve hát az első benyomásos, ilyen teljes arcos Juvia's Place sminket vele fogom majd megcsinálni. Úgyhogy őt is láthatjátok majd élesbe. Bár mondjuk benne annyi gyönyörű árnyalat van, hogy ennek csak egy minimális részét fogom nektek megmutatni egy smink alatt, úgyhogy vele minimum egy 4-5 sminket érdemes lenne csinálni, csak annyi időm sajnos nincs, és lehetőségem sincs, hogy ennyi videót fölvegyek, de annyira különleges és gyönyörű színek vannak benne, hogy hú, swatcholok, mutatom. Első körben, ami nagyon megfogta a tekintetemet, ez az IFE, vagy IFE, ami egy ilyen lájmos, zöldes, sárgás, neonos valami. Nagyon különleges. Jaj.
Jaj, de szép vagy. Nézzétek csak. Ez egy ilyen lájmos sárga, ami nem sárga, hanem egy kicsit ilyen zöldes beütésű sárga, de nagyon különleges, és ilyen zöld csillámok vannak benne. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Aztán van itt egy olyan, hogy Efik, ami rózsaszín, de hogy ebbe is van valamilyen különleges fincsiség. Na hát ő rózsaszín alapon ilyen mentolos zöld duokrom átmenetet mentolos zöld duokrom átmenetet képez, és hú, gyönyörűséges. Mik vannak még itt? Egyébként vannak benne ilyen pléser glitterek is, úgyhogy lehet, hogy abból is egy kicsit mutatok nektek, mert azok is nagyon gyönyörűségesek és különlegesek, de van még itt ez a tív, ami nagyon gyönyörűséges, sötét zöld. Imádom a zöldeket, és ez egy gyönyörűséges ilyen olajzöld. Nya, róla van szó. Hú! Ennek ilyen duokrom fénye van, sőt, ez már mondhatni multikrom. Ez kicsit olyan, mint ez a bogár hátszín, a Scarabeus páncél, meg minden egyéb. Nagyon gyönyörű ez a zöld. Eszméletlenül gyönyörű. Mit mutassak még? Ő is határozottan duokromnak tűnik. Sőt, multikromnak. Júj! Ez az, amire gondolok. Ezt nézzétek! Ez is ilyen átmenet, és folyékony, és gyönyörű, és... Na, ilyet csak a Juvia's Place tud. Annyira egyedi a formulájuk, és annyira gyönyörűséges ez a folyékony, metálos dolog itt a kezemen, hogy... Hú. Tudom. Ha valaki nézi a videót, és mondjuk annyira nem érdeklődik a sminkek iránt, akkor az az első gondolata, hogy ez a hülye csaj itt az interneten mit áradozik ennyire egy márkától, egy márkáról, de nagy valószínűséggel a legtöbben, akik nézitek ezt a videót, azok értitek, hogy ti értitek azt, hogy mi ez a lelkesedés, és ez a szenvedés, ez a szeretet, és hát ezek a swatchok, meg ezek a paletták, ezek megérdemlik ezt a fajta lelkesedést határozottan. És még keresem nektek, hogy mit swatcholjak, de annyi gyönyörűség van benne. Hát, lehet, hogy mutatok nektek egy préselt glittert is. Szerintem ez itt egy glitter. Vagy nem glitter? Nem, ez nem glitter. Jaj, azta, de gyönyörű. Jaj, de különleges. Egy ilyen baraszkos rózsaszín árnyalat, és egyébként fura glitternek hittem. De nem az, hanem egy ilyen metálos, fémes szín. Ez viszont, na ez már glitter. Ez már egy glitter, és hú, talán ide még kifér. És ez egy olyan glitter, amiben mindenféle különleges szín benne van. És én ebben megfürdenék, annyira gyönyörű. Ezt nézzétek. Itt rózsaszínnek tűnik, de ahogy forgatom, talán átjön, hogy ebbe az összes szín benne van, a szivárvány összes színe. Há, nem fog átjönni. Ezt sajnos nem tudom nektek megmutatni, talán itt az ujjamon, ha ráfókuszál a kamera esetleg, de... Nincs olyan szerencsém, hogy ráfókuszáljon az ujjamra a kamera, úgyhogy el kell hinnetek nekem, hogy ez az egyik legcsodálatosabb glitter, amit valaha láttam. És még mindig meg tud lepni a Juvia's Place. Ez a legdurvább az egészben. Pedig számás sem tudom, hogy hány paletta van a kollekciómban, és hogy mennyit próbáltam már életem folyamán, de még mindig tudnak újat mutatni, és szerintem ez a legnagyobb szó egy sminkmárka élete folyamán, hogy még mindig tudnak újat mutatni, és újat készíteni, és egyszerűen a legtöbb paletta, amiket csinálnak, azok olyanok, hogy azonnal meg akarom venni. Jó, persze csinálnak egy-két ilyen nudosabb, számomra legalábbis semmit mondó palettát is,
de a legtöbb Juvia's Place-es paletta az nagyon különleges és nagyon egyedi színkombinációt tartalmaz. És ez is egy olyan paletta, ami eszméletlen. És hogyha szeretitek a színes minkeket, akkor őt is javaslom nektek, mert nagyon-nagyon különleges árnyalatok vannak benne, és ezzel a palettával nagyon sok különleges és gyönyörű sminket el lehet készíteni. Meg igazából a Valhalla 1-el és a Valhalla 2-vel is, úgyhogy élek-halok a Juvia's Place palettákért, és mindenkinek javaslom a márkát. Hát ezt az utolsó swatchot, ezt már nem fogom most letörölni, hanem befejezem ezt a videót, mindazonáltal, hogy ez volt az utolsó termék, amit beszerettem volna nektek mutatni. Most hirtelen ránéztem a kamerára, 1 óra 7 percnél tartunk, így a nyersanyagban, úgyhogy lehetséges, hogy ilyen ténylegesen 1 óra körüli lesz ez a whole videó. No, de nem baj, szerettem volna nektek mindent megmutatni, szerettem volna átadni nektek így a kamerán keresztül azt az érzést, amit kiváltanak belőlem ezek a termékek, és remélem sikerült is nagyjából ezt megtennem. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek ezt a videót, hogyha még most is velem tartotok, imádlak titeket, és nagyon szépen köszönök minden egyes videót, amit megnéztek, minden egyes hozzászólást, minden egyes lájkot, tényleg nagyon-nagyon szeretlek titeket. És hát imádtam elkészíteni ezt a videót, meg egyébként ezt a sminket is, ami rajtam van, és tényleg, hogyha kíváncsiak vagytok erre, akkor majd szerdán is legyetek velem, mert együtt elkészítjük majd ezt a pasztelles gyönyörűséget, a gyönyörűséges pasztelles palettával. Úgyhogy lesznek itt a továbbiakban izgalmas videók, kapásból ugye ez a smink, ami rajtam van. Aztán jön az első benyomásos, teljes arcos smink videó a Juvia's Place márkával. Szerintem az is egy nagyon-nagyon izgalmas videó lesz. Ez jövő héten ilyenkor, vagyis hogy jövő hét szombat, este 6 órakor fog megjelenni. Majdan hozom nektek az őszies sminket a Nomad palettával, úgyhogy lesz itt Juvia's Place-es tartalom bőséggel. Na de még egyszer, ezer hála és köszönet, hogy itt vagytok, hogy nézitek ezt a videót, és köszönöm szépen, ha idáig végignéztétek. És hát, ha esetleg én valakinek szimpatikus vagyok, és ha esetleg még netalántán nem lenne feliratkozva a csatornámra, hát megköszönöm, hogyha megtenni, illetve hát örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett nektek. És kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok ezekről a termékekről, mik azok, amik nektek nagyon-nagyon megtetszettek, mik azok a Juvia's Place termékek, amik mondjuk megvannak nektek, hogy vagytok megelégedve a márkával, nektek is ekkora szereleme, mint nekem, illetve hát van-e olyan paletta, amiket mutattam, amik nektek is így első látásra szerelem lettek, és ti is szeretnétek megvásárolni. Tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, úgyhogy írjatok nekem kommentet, mindig imádom olvasni, amiket írogattok. És hát nem köszönöm meg még egyszer, mert túl sok lenne a jóból. Illetve már csak ténylegesen az elköszönés hiányzik, úgyhogy legyetek nagyon-nagyon jók, ezt meg Orsi szokta mindig mondogatni a videói végén, úgyhogy maradok a szokásos elköszönésemnél, hogy legyen nagyon szép napotok, reggeletek, délelőttötök, deletek, délutánatok, estétek, éjjeletek. Én Letta voltam, sziasztok!